többek között ebben a Tolnai utcában is tűzütött ki október első heteiben. Az utóbbi két hónapban megszaporodtak a településen a tűzesetek száma, három épület is lángra kapott, melyekben különböző mértékű károk keletkeztek. Paksi Ferenc szerint a tolnai és a környékbeli tűzoltóknak köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj ennél a három esetnél. Közelmúltban három komolyabb tűzeset is volt Tolnán. Mind három esetben elég komoly következményekkel járt. Az első az még Tolnán a Rákóczi utcában szeptember hónapban volt, ahol a tetőszerkezet teljes terjedelmében leégett. Keletkezési okokról egyelőre nem tudunk, tűzvizsgálat folyamatban van. Volt a második tűzeset október hónapban, ez Mözsön volt, ott is a tetőszerkezet részben leégett, és a lakrész az lakhatatlanná vált. A harmadik komolyabb tűzeset a közelmúltban szintén októberben volt, ahol egy kétlakásos társasház egyik lakrésze teljes terjedelmében kiégett. A Tolnai Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka azt mondja, elég egy figyelmetlenebb pillanat, és már is katasztrófába torkolhat az ellenőrzések, karbantartások elhagyása. A tűzoltóparancsnok így arra figyelmeztet, semmiféleképpen se hagyják el a karbantartást, akár életeket is menthet egy megfelelően ellenőrzött készülék. A tűzoltóparancsnok szerint fontos megemlíteni, hogy a fűtési szezon kezdetén nem csak a szénmonoxid keletkezése, hanem a kéménytüzek is nagy veszélyt jelenthetnek a lakosságra. Az az igazság, hogy fel kell hívnunk itt a fűtési szezon kezdetekor a lakosság figyelmét, hogy esetleg mire kell odafigyelni, vagy mire kellene vigyázni, hogy minél kevesebb ilyen esethez kelljen kiúrulni a tűzoltóságnak, és minél kevesebb embernek sérüljenek az anyagi javai, esetlegesen a testi épsége. Ezen belül beszélnünk kéne most a fűtési szezon megkezdésekor a gázkészülékek, egyéb tüzelőberendezések és füstelvezetőknek a megfelelő karbantartásáról. Sosem késő karbantartani, de természetesen a fűtési szezon előtt ezt a legjobb megtenni. Nem megfelelő gázkészülékek miatt sajnos következhet be nagyon komoly következményekkel járó például szénmonoxid mérgezés. Szénmonoxid mérgezésnél meg kell említeni azt, hogy általában nem megfelelő légutánpótlás miatt jöhet ez létre, és a nem megfelelő légutánpótlás miatt be tud áramlani a szénmonoxid. Beszélni kell még most a kéménytüzekről, ami szintén így a fűtési szezon van nagyon jellemző, és több ilyen esetünk is szokott lenni. Ez pedig visszavezethető a nem megfelelő tüzelési szokásokra, nem megfelelő tüzelőanyagra, és a nem megfelelő füstelvezető nem megfelelő karbantartására. A tűzoltó figyelmeztet, a szabadtéri tüzek esetében mindig csak akkor szabad tüzet gyújtani, amikor országszerte vagy megyei szinten nincs tűzgyújtási tilalom, és akkor is csak úgy gyújtson tüzet valaki, ha gondoskodni is tud róla. Szabadtéri tüzekről el kell mondani, hogy önkormányzati rendelet szabályozza a kerti hulladékok égetését. Tolnán önkormányzati rendelet nyári időszakban nem engedi ezt meg, valamint, hogyha országos tűzgyújtási tilalom van, akkor az alapból kizárja ezt az égetést. Nagyon kell figyelni, ugye, mert lakóépületre is átterjedhet otthon a ház mellett a szabadtéri hulladék égetése, tehát ezt a meghatározott időben szabad és felügyelet mellett szabad végezni. Minden esetben kell, hogy legyen a helyszínen megfelelő eszköz az esetleges oltásra, a kézi szerszám arra, hogy az ember ezt kezelni tudja, csak akkor a tüzet szabad gyújtani, amire rálátása van, és minden esetben őrizni kell, amíg az a tűz el nem alszik, vagy el nincs oltva. A mindenszettek közelettével egyre gyakoribb veszélyforrás az ott felejtett gyertya a lakásokban. Paksi Ferenc szerint ez is nagy veszélyt jelenthet a házakra, és ezért fokozottan kéri a lakosságot, mindig oltsák el a gyertyákat, mielőtt elhagyják a házakat. A gyertyagyújtásra jellemző, ugye, hogy nyílt láng használata, semmiképpen ne hagyjuk őrizetlenül. Közelben legyen valami, amivel
szükség esetén ezt el tudjuk oltani. Szintén ne tegyük függöny vagy éghető anyagok közelébe, és hogyha elhagyjuk a helyet, ahol ég a gyertya, vagy elhagyjuk a lakást, vagy a házat, minden esetben oltsuk el a gyertyát. A tűzoltóparancsnok azt mondja, vigyázni kell, hiszen a legkisebb esetből is megtörténhet a legnagyobb baj, ezért minden esetben azonnal a tűzoltósághoz kell fordulni, és minél előbb elhagyni a helyszínt.